Politikai reklám készült a Fidesz-KDNP megbízásából. Cím 9300 Csorna, Erzsébet Királyné utca 1. Férjemnek a munkája a hivatása, és én úgy gondolom, hogy ő ebben tehetséges, mert én abban hiszek, hogy mindenkinek van egy olyan képessége, ami egyedi, ez az ő tehetsége, és hogyha én ezt tisztelem és elfogadom, akkor a vele járó következményeket is el kell fogadnom. Úgyhogy inkább megpróbáljuk azt az időt, ami adatik, tudatosan és hasznosan együtt eltölteni. Kezdjük az, hogy elég kevés szabadidő van, amit nem panaszként jelzek, de ez tény. És nyilvánvalóan, mivel a családom is keveset lát, ezért a szabadidőmben, ha lehet, a legtöbb időt a családommal szeretek tölteni. És mivel én alapvetően nem egy rábaközi ember vagyok, nem a rábaközből származom, a Vasmenyéből, de 20 jó pár éve a rábaközben élek már, ezért gyakorlatilag most már minden barátom itt van Csornán, Kapuváron és rábaköz szerte. És hogyha én a szabadidőmben szabadidőmet is szeretném úgy hasznosan tölteni, hogy közben a baráti kapcsolataimat is ápolom, akkor ebből bevonom a családomat szívem szerint. Tehát meglátogatjuk egy barátomat, aki adott esetben lehet, hogy egy településvezető, vagy egy civil szervezeti vezető, akivel nyilván akkor majd elkezdünk szakmázgatni, meg egy picit dolgozni, de azért, hogyha lehet, oda elviszem akkor a családomat is. Én igyekszem minél több rendezvényre elkísérni a férjemet pont azért, hogy ott megismerkedjek én is a helyi emberekkel, hogy mégis mi az a választókerület, amit ő képvisel. És azt tapasztalom, hogy ott mindig nagyon nagy szeretettel fogadnak bennünket. Egy ilyen igazi vidéki ember vendéglátásával, akárhova megyünk a körzetbe. És ez nekem személy szerint is mindig nagyon jól esik, és látom, hogy a férjemnek is. Azért az ember érzi így az elfogadást, és szeretnek bennünket, én azt gondolom. Most már hál' Istennek ráadásul akkorák a gyerekek, hogy egy-egy rendezvényre, amelyre meghívást kapok oda, és előszeretettel viszem őket, ahol tudom, hogy jól tudják érezni magukat, és ha lehet, akkor így összekapcsolom a kellemest a hasznossal. De ez elég nehéz. Egyébként ezt nem tagadom. Igen, a férjem egy nagyon őszinte és nyitott ember, és én úgy látom, hogy ugyanazt az arcot látom a médiában is, mint itthon magánemberként, és én azt gondolom, hogy ő ettől hiteles. Szeretem a vidéki létet. Bár Csorna egy kisváros, és egy térségközponti város, de azért mégiscsak egy vidéki település. Kifejezetten szeretem a vidéki létet, ami azt jelenti, hogy házkörű munkákat kell végezni, kertet kell rendezni, a házon is van mindig mit tenni, és kifejezetten élvezem, amikor mindezt a nagyobbik lányom segítségével tudom megtenni, amikor segít a fűnyírásban, vagy a virágok ültetésében, vagy valami fúrásfaragásban, az mindig ad a lelkemnek egy kicsit, azon túl, hogy valami praktikus munkát végez az ember. Én magam is egy állatszerető és állatbarát ember vagyok. Így neveltek a szüleim egyébként. Tehát én nem emlékszem olyanra, hogy ne lett volna a családunkban legalább 2-3 kutya, meg minimum ugyanennyi macska. De sokszor ennek hatványozottan a többszöröse. És tartottak is állatot még a nagyszüleim, generáció szüleim már nem, tehát haszonállatokat. A szüleim ugyan már nem, de ennek ellenére így neveltek. És a mai napig bennem van ez az állatszeretet és az állatok iránti tisztelet. És a mai napig úgy vagyok vele, hogyha elpusztul a kutyám, akkor egészen biztos, hogy állatmenhelyről fogok kutyát hozni. És igyekszem én így nevelni a gyermekeimet is. Úgy tűnik, hogy jó úton járok, mert már a pici is fél évesen egészen baráti módon közelít a kutyánkhoz, és remélem, hogy ez így is marad jövőben. Amikor a férjem hazajön, akkor általában mindig már ilyen estidő van, úgyhogy ő neki a vacsorász hirtelen belekerül a mélyvízbe, és akkor a vacsoráztatás, fürdés, altatásban meg kell találni a saját szerepeit, de én nem szoktam kimélni, úgyhogy ő nagyon aktívan részt vesz mindegyikben, és nagy örömömre vesz, nagyon szívesen is csinálja.
A gyerekek pedig nagyon örülnek neki, nyilván. Három helyen is jelen kell lenni. Jelen kell lenni a családban, a gyermekek mellett és a feleségem mellett. Jelen kell lenni a választókerületben, 75 településen. És jelen kell lenni az ország teljesen különböző pontjain. Ez nem egy klasszikusan egy olyan munka, egy olyan kormányzati feladat, ahol Csórnáról néha Budapestre felrohangálva el lehet végezni ezt a feladatot. Nem, itt Békés megyétől Nógrád megyéig és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyétől Somogy megye legdélebbi pontjáig mindenhol ott kell lenni, annak érdekében, hogy ne csak a Sokorolja és rábaközi falvak fejlődjenek, hanem az ország minden falja fejlődjön. Mert hogy nyilvánvalóan egy ekkora választókerületet, választókerületi munkát ellátni, 75 település ügyeit támogatni, segíteni, lobbizni, menedzselni, mellette egy családapai funkciót ellátni, úgyhogy akkor már fél éves volt a nagyobbik lányom, és aztán nem sokkal később megszületett a kicsi, és azért az egy helytállást kíván meg, főleg egy anyától, és itt szeretném elmondani, hogy minden tiszteletem a feleségemé, aki ezt a helytállást megteszi, de egy édesapától is, édesapának is jelen kell lennie a családban. A indítatás elég világos volt, hiszen a barátaim tudják, a közvetlen környezetem tudja a családunkról, hogy a nagyapám 1950-től 53-ig a Recski haláltábor vendégszeretetét élvezte. Hozzá kell tennem, mai fiatal generációk nem biztos, hogy tudják, kommunisták állították fel ezt a tábort, és kifejezetten az értelmiségi, ellenzéki figurákat gyűjtötték össze az országból, büntetés, megsemmisítés célzattal, sokan meghaltak abban a táborban. És nagyapám is itt volt, el szoktam mondani, hogy nagyon más bűne nem volt, hogy egy falusi kántortanító volt, és az utcáról a gyerekek mellől gyűjtötték be egy autóba, egy fekete autó lefékezett ott a... Talán éppen a templomban vitte a gyerekeket, vagy a templomból vissza az iskolába, és lefékezett egy autó, és szépen begyűjtötték, és elvitték. Más bűne nem volt, mint hogy falusi kántortanítóként keresztény szellemben nevelte a gyerekeket, ahogy a szülők rábízták a gyerekeiket. És nekem beszélt először a kicsit talán részletesebben, de nekem sem annyira nagyon részletekben menően. Viszont aztán ő megírta az emlékiratait, amit senkinek nem mutatott meg, hanem a halála után rám hagyományozott. És abból azért minden kiderült. És sokat gondolkodtam azon, hogy miért nem mesélt ezekről az élményekről. És arra jutottam, hogy azért nem mesélt, mert ő egy tényleg mélyen hívő keresztény ember volt. És számomra fiatalként döbbenetes módon ő megbocsátott a kínzóinak. Én szerintem nem tudott rájuk haragudni. Megbocsátott nekik. Amit én fiatal, ilyen revolucionista fejjel nehezen fogtam fel. Nyilván most már értem a gondolkodását, meg a hitét. De akkor azért ezt nehéz volt felfogni. A kommunista ellenes politikai indítatás, attól függetlenül, hogy a nagyapám sosem beszélt ezekről az élményekről, különösen, ha még ha beszélt, is sosem bosszúvágya, de azért mégiscsak benne volt a családban. Az egész családom kommunista ellenes, a mai napig. Én ennek ellenére, bár a helyemet tudtam a politikai palettán, de politikai szerepre abszolút nem készültem. Az anyai felmenői, mint pedagógusok, én is pedagógusnak készültem, szerettem is gyerekekkel foglalkozni, és nagyon szerettem ezt a pályát, és azelőtt az időszak előtt állt, amikor már egy ember elkezd gondolkodni családalapításban, otthonteremtésben, és ekkor jött a Fidesz 2002-es számomra váratlan, és sokak számára váratlan választási veresége, és akkor jelentkeztem a csórnai Fidesz csoportba, és azt mondtam, hogy ha annyit tudok segíteni, hogy választási kampányokban fölmászom a legmagasabb villanyoszlopra, és fölteszem a Fidesz plakátjait, akkor nagyon szívesen bármiben segítek. 2009-ben az időközi országgyűlési választást megnyerve,
nagyot ünnepeltünk, bevallom őszintén, hiszen azért pont amiatt, mert hogy a legtöbben azt várták, hogy itt az érvényeségi küszöböt nem fogjuk elérni. Azért ez egy nagy meglepetés volt mindenki számára. És hát nyilván itt az ember sorra kapja a gratulációkat, és a választást követően néhány héttel ünnepeltük a nagyapám 90. születésnapját. Ő akkor egy katolikus idős, fenntartású idősek otthonában lakott, nagyon szeretett ott. Ő volt ott a kántor az idősek otthonában. Magyarul a munkáját folytathatja gyakorlatilag. És születésnapjára a gyermekeit hívta el, meg az unokáit. És érdekes, hogy nem hangzott el tőle azt, hogy bravó fiam, vagy gratulálok apára, hogy na ez szép volt. Semmilyen nem hangzott el tőle. De a buli, nem vártam félretés ne essék, de azért ez feltűnt. És a buli, kis ünneplés végén odaintett magához, és annyit mondott, hogy apár, csak azt szeretném kívánni, hogy maradj olyan embernek, mint amilyen eddig voltál. És ez önmagában is szívenüti az embert, és nyilvánvalóan ez egy olyan mondat, amit pláne, hogyha az ember a nagyapjától hall, aki valahol világéletemben a példaképen volt. Ez olyan, amit sosem felejt el, de ez különösen akkor igaz, hogyha hozzáteszed, hogy egy hónappal később ő meghalt. És gyakorlatilag ez volt az utolsó jó tanács, amit kaptam tőle az életben. Politikai reklám készült a Fidesz-KDNP megbízásából. Cím 9300 Csorna, Erzsébet Királyi utca 1.